16 igen és 3 nem szavazat mellett elfogadta Székesfehérvár közgyűlése a 2022-es költségvetési tervezetet. A költségvetés 106,5 milliárd forintos rekordfőösszeget tartalmaz, de ennél sokkal fontosabb, hogy biztonságot garantáló, hitelfelvétellel nem számol, de megfelelő tartalékkal bír, mondta a polgármester. A saját bevétel az egy nagyon fontos adat, talán a önkormányzat költségvetésének legfontosabb pénzügyi adata, sokkal fontosabb, mint a főösszeg, és ez is nagyon-nagyon szépen emelkedik. Ugye most már 25,2 milliárd forint úgy, hogy ebben számoltunk a 21-es gazdasági növekedéssel, de nem számoltunk a 22-es gazdasági növekedés pénzügyi bevételeivel, már pedig egészen biztos, hogy nőni fog a fehérvári gazdaság. Az ellenzéki képviselőket megosztotta a költségvetési vita. Márton Roland szerint föltől elrugaszkodottak a költségvetési számok, ugyanakkor elismerte, hogy vannak értékes elemei Székesfehérvár most elfogadott költségvetésének. Vannak értékei is a költségvetésnek, hiszen egy 10%-os bérfejlesztést tartalmaz az önkormányzati szféra tekintetében, amely sajnos jólétinek nem tudható be, hiszen éppen, hogy fedezi az inflációból fakadó nyomást a béreken, de bízom benne, hogy évközben ezeken a béreken még tudunk fejleszteni, mert jól megfizetett és elégedett közalkalmazottak nélkül nem tudjuk a város versenyképességét fokozni. Molnár Tamás szerint stabil és megnyugtató Székesfehérvár költségvetése, amiatt azonban csalódott volt, hogy néhány ellenzéki képviselő nem állt konstruktívan a költségvetési vitához. Vannak azok az ellenzéki képviselők, akik konstruktív együttműködésben ötleteikkel, bár soha nem mindig értünk együtt, de konstruktív ötleteikkel próbálják segíteni a várost, és városért dolgoznak. És vannak olyan ellenzéki képviselők, akik a város ellenzékeként működnek, és a budapesti párközpontok utasításait hajtják végre, és ezzel próbálják meg a székesfehérváriakat megkárosítani. Az ő lelkiismeretükkel maguknak kell elszámolni. Annak örülünk, hogy vannak ebben a városban olyan ellenzéki képviselők is, akik értik azt, hogy miről szól a lokálpatriotizmus. A 32. költségvetési közgyűlésén résztvevő Farkas László ünnepnek tartja a város életében a költségvetés elfogadásának napját. Mindig egy ünnepnapnak tekintem a költségvetés elfogadását. A legfontosabb önkormányzati rendelet, amely keretekben foglalja az egész éves működést, a fejlődést, a bérfejlesztéseket, a működési kiadásokat, tehát a város valamennyi életére, legkisebb szegletére kiterjedően meghatározza a mozgásteret. És ez mindig engem izgatottsággal töltött el, mert mindig abban reménykedtem, hogy a városrészemre, a városra, de főleg a városrészemre, Palotavárosra fejlesztési források jutnak, és hála Istennek azért jutott most is fejlesztési forrás. Éppen polgármester úr most említette meg a balatoni 3-5 előtti szervizút felújításának első ütemét. Juhász László a válasz képviselője örömét fejezte ki, hogy az önkormányzat vissza tudott térni a Covid előtti költségvetés tervezési folyamathoz. Reméljük, hogy ez jó jövőre nézve is, és nagyon fontos biztonságot ad a városnak ez a költségvetés, és a jó hírt azért is mondtam, hiszen az tavaly és a tavaly életében sajnos sok esetben akár a sport, civil vagy a kulturális szervezetek se tudtak tervezni, hiszen a Covid miatt tartalékolva lettek bizonyos összegek, és idén már végre megint ott van, hogy a költségvetés elfogadásakor lehet nekik is tervezni az évet. Ez nagyban köszönhető Székesfehérvár gazdaságának is, és a városnak nagyon erős jó bevétele van, jó gazdaság van. Köszönjük minden fehérvárnak a munkáját. A közgyűlés a városi cégek üzleti terveit is tárgyalta, így egyebek mellett a Széphőz ZRT, a Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., a Depónia Nonprofit Kft. És a Városgondnokság 2022-es üzleti tervét is elfogadta a képviselőtestület.